Dr. Újhelyi János gyermekorvos még nem találkozott influenzás beteggel a praxisában idén, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján meggyőződése, hogy még januárra kialakul a szezon. Az ország más pontjain már felütötte a fejét az influenza, ami hamarosan végigvonul majd hazánkban. A betegek száma azért is alacsony még, mert az ünnepi időszakot a diákok otthon töltötték, és még csak pár napja járnak újra közösségbe, ahol gyorsabban terjednek a baktériumok. A gyermekek is, meg a felnőttek is úgy védekezhetnek, hogy kerülik a nyilvánvaló betegeket, és itt majd, különösen majd január vége körül a bulizós időszakokban, a farsangos időszakokban erre nagyon kell gondolni, mert akkor viszont már lesz bőven beteg, és hát különféle rendezvények ennek is a szervezésében meg kell fontolni, hogy van-e értelme, amikor egy járványos időszak van, azt a rendezvényt megszervezni. Tehát úgy tudnak védekezni, hogy a nyilvánvaló betegeket kerülik, az egyértelmű beteg egy gyereket meg nem visszük közösségbe, még akkor is, hogyha a szülőnek ez nagyon rettenetes megoldani. Az orvos javasolja a napi többszöri szellőztetést, a rövidebb sétákat a friss levegőn, hiába a hideg idő, de fontos még a C-vitamin ellátottság is a betegség elkerülése érdekében. Újhelyi János szerint minden megelőzés közül azonban a legfontosabb az időben megkapott influenza elleni védőoltás a 3 év feletti gyermekek számára. Az idősek és a gyermekek a két legveszélyeztetettebb csoport az influenza esetében, de a járványos időszakban a gyermekek a leginkább érintettek. A szülők sokszor azért nem viszik el a gyerekeket az orvoshoz, mert beteg is úgy gondolják, ha nem teljesen egészségesek, akkor nem kaphatják meg az oltást. Dr. Újhelyi János kiemelte, csak lázas, akut betegeknek nem adják be az influenza elleni védőoltást, ezért az orvosra kell bízni a gyermekek egészségi állapotának felmérését. Azt kell tudni még, ami megint egy közbeszédbe benne van, hogy attól betegedtem meg, hogy megkaptam az oltást, hogy ezek az oltóanyagok olyan, hogy nem tud megbetegíteni. Tehát ezek elölt vírusok, vagy van még olyan vírus, elölt vírus tartalmazó vakcina, vagy van még ettől is olyan korszerűbb változat, ami a víruspartikulának csak egy részét tartalmazza, tehát egyszerűen nincs is lehetősége megbetegíteni a szervezetet, tehát olyat egy orvos nem is tud elképzelni, hogy a védőoltás okozott egy megbetegedést az influenza kapcsán. Tehát a védőoltás nem okoz megbetegedést, ha ezért nem is kell tőle félni, ha valaminek csak pozitív következménye van, akkor élni kell vele, ha lehet. A nagyobb gyermekek esetében nem kell rögtön orvoshoz fordulni, ha influenza-szerű megbetegedést tapasztalnak. A kisebbeket azonban érdemes szakemberhez vinni, mert a téli időszak alatt legyengült szervezet fertőzése akár súlyos szövődményekhez is vezethet.